A szív négy üregre osztott izmos szerv, amely hatékony, megbízható, kitartó munkát végez jó esetben. A szívizom különleges szövet. Minden egyes üreg falának izomrostjai meghatározott sorrendben húzódnak össze, a szervezet igényeinek megfelelő irányban pumpálva a vért. Az összehúzódások ritmusát a szíven különböző útvonalakon szabályosan áramló elektromosság irányítja. A szakirodalom szerint a szívritmus zavarok meglehetősen gyakoriak, életünk során mindannyiunknál előfordulhatnak kisebb ritmus zavarok, melyek leggyakrabban normál ütem feletti ütések. A legtöbb ember meg sem érzi, ha időnként félrever a szíve, mások aggodalmasan tapogatják a pulzusukat. Mikor beszélhetünk szívritmus zavarról, mikor kell és érdemes valóban aggódni, többek között erről kérdezem vendégeimet, Csanádi Zoltán kardiológus professzurat és Altúrja István professzurat. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Az azt hiszem valamennyi gondolatában, iskolai emlékként ott él, hogy hogyan is néz ki a szív, négy üreg. De valójában ennek megvan ugye megfelelő mozgása, még ezt is tudjuk tanulmányainkból, már általános iskolából is. De mikor beszélünk ennek ritmus zavaráról? Hadd mondjam először azt ugye, hogy éppen most kérdeztem meg a professzor urat, és körülbelül abban állapodhatunk meg, hogy évente körülbelül 1 milliószor húzódik össze a szívünk. Ez egy nagyon nagy szám. És ahogy ez elhangzott, ennek egy nagyon fontos ritmus szabályozása van, amit életünk során igyekszünk végig megőrizni, vagy igyekszik a szív megőrizni. A ritmuszavarról nyilván akkor beszélhetünk, hogyha a ritmicitását a szív elveszti valamilyen ok folytán, és ahogy erről korábban egyeztettünk professzor úrral, ugye van olyan, amit észreveszünk, és van, amit nem veszünk észre, és van olyan, amit veszélyesnek tartunk, és van olyan, amit nem tartunk veszélyesnek. Ebben a koordináta rendszerben lehet erről a kérdésről beszélnünk. De először nézzük talán át, hogy hogyan is képződik a szívben a ritmus, és hogyan vezetődnek az ingerek. Na így van, tehát elsőként, hogy mi alapján történik az összehúzódás, mikor mondjuk az, hogy hát ez a szívnek a ritmusa? Elhangzott ugye, hogy a szívnek négy ürege van. Hogyha megkaphatnám azt hiszem a második ábrát, amin a pitvarokat és a kamrákat látjuk, akkor ott elég jól követhető lesz, hogy ugye ez a négy szívüreg egy picit olyan, mint a automotor, a négyhengeres motor, persze sántít a hasonlat valamennyire. Ugye a két felső szívüreg feladata, hogy először összehúzódjon, és a vért a szelepeken, a billentyűkön keresztül, amik ekkor nyitva vannak, bepumpálja, átpumpálja a kamrákba. Ezt követően ezek a szelepek, ezek a billentyűk bezáródnak, a kamra billentyűi és szelepei megnyílnak, és a kamra összehúzódása fogja a vért a testünkbe továbbítani. Na most ennek van egy nagyon pontos szabályozó mechanizmusa, és a következő ábrán tulajdonképpen ennek az ingerképző, ingerületvezető rendszernek az elemeit fogjuk látni, hogyha még egyel tovább tudnánk menni. Az látszik, hogy ott fönt, ugye a sárgával már az ingerületbe kerülő, aktiválódó felső szívüregek, a pitvarok, amelyek a színusz csomóból, ez egy kis pici terület ott a jobb pitvarnak a felső részén, innen indul el az ingerképzés, és átterjed az ingerület, az aktiváció a pitvarokra. Ezután, ha megyünk még egyel tovább, azt látjuk, hogy van egy kis vezeték ott középen, amit egyébként AV-csomónak hívunk, és ezen a vezetéken keresztül lejut az elektromosság a kamrákba, és azokat is árammal látja el, mert ezek nagyon pici feszültségek és pici áramerősségek, és ennek megfelelően húzódik egymás után össze a pitvar, majd a kamra. Hát professzor, most először is személyesen köszönhet azért, mindig is kíváncsi voltam, hogy meg mit jelent, de most már legalább így értem, hogy a pirosra ugye berajzolt területen. Mióta beszéltünk arról, hogy ezt ki tudjuk mutatni? Tehát ugye lehet arról beszélni, hogy amikor egy diagnosztikai, szívdiagnosztika elkészül, akkor hogy az orvos, jelensül professzor meg tudja állapítani, hogy az most normál ütemben a négy üteme megvan, mint a négy ütemi motornál, ha már szóval róla, vagy pedig az már zavar. Hát a szív elektromos működésének a vizsgálatában még mindig a messze legfontosabb eszközünk az az EKG. A következő ábrán azt hiszem, hogy érdemes megmutatni Eindhoven arcképét, hiszen az ő elképesztő
innovatív orvosi tevékenysége járult hozzá, hogy van EKG, ott az oldalsó képen azt láthatjuk, hogy éppen saját magáról az első emberi EKG-t elkészíti. Ma már persze nem így néznek ki az EKG-k, ez 1903-ban volt, innentől számítjuk a modern kardiológia kezdetét. Ma már ugye nem így néz ki az EKG természetesen, sőt, a következőképpen azt hiszem, hogy mutatunk egy olyan EKG-t is, amit oda tudunk adni a betegeknek. Hiszen nagyon fontos, hogy ha fölmerül a gyanúja annak, hogy egy betegnek ritmuszavara van, akkor ezt dokumentáljuk. Legyen EKG, lehetőleg akkor, amikor panasza van a betegnek, mert az előfordulhat, hogy általában rendben van az EKG, csak amikor éppen panasz van, akkor van kimutatható eltérés. Tehát ezt oda tudjuk adni a betegnek, hazaviszi, és ha érez valamit, akkor elkészíti az EKG-ját saját maga, és telefonon elküldi nekünk a klinikára. Ugye, és akkor a következő, mikortól, tehát mi az az állapot, amikor azt érzi, és mit érez ilyenkor a beteg, amikor arról beszélünk, hogy na ez már szívritmus zavar. Igen, hát Altoriai professzor elmondta a bevezetőben, hogy egy elég gyakorlatias felosztás a ritmus zavaroknak az, hogy panaszt okoz, vagy nem okoz panaszt, tehát néma, tünetmentes, illetve veszélyes vagy veszélytelen. És ezek a kategóriák, ezek keresztbe kasul mozoghatnak, tehát lehet egy panaszt nem okozó EKG is veszélyes, és egy panaszt okozó is veszélytelen. Ha panaszt okoz, akkor a leggyakoribb ritmuszavar az, amikor néha egy-egy ilyen bedobbanás van. A következő ábrán megpróbálom ezt megmutatni, kicsit közérthetőbbé tenni. Itt egy EKG-t látunk, és azt látjuk, hogy van egy meglehetősen szabályos, mint a metronóm, úgy jönnek egymás után az ütések, és aztán azon a bekarikázott részen, ott az az ütés, ez előbb jön. Az ütem, a várható ütemnél korábban lép fel, ezt úgy hívjuk, hogy extraszisztólé. Na most ilyen mindenkinek van. Nincs olyan ember a Földön, akinek soha nem lenne egy-egy extraszisztóléja, és ez az esetek döntő többségében teljesen veszélytelen. Ettől még sajnos lehet nagyon sok panaszt okozó. Ha mutathatok egy következő példát, itt pedig egy olyan ritmuszavar látható fönt a normál szívütem, a fönti EKG-n, alatta pedig látunk, hogy egy teljesen szabálytalan, és ráadásul még gyors ritmus képe rajzolódik ki. Ezt hívjuk úgy, hogy pitvarfibrilláció. Ez pedig lehet veszélyes ritmuszavar, azért, mert a pitvarfibrillációban a felső szívüregek nem végzik el azt a normál működést, hogy egy határozott összehúzódással továbbítsák a vért a kamrák felé, hanem remegnek, és ilyenkor a vér stagnál áll bennük. Ez annak a lehetőségét teremti meg, hogy vérrög képződjön. A következő ábrán egy ilyen vérrögöt látunk a szívultrahangos felvételen, a bal pitvarnak egy speciális területén, a nyíl mutat rá. Egy ilyen vérrögből pici darabkák le tudnak szakadni, és ebből lehet például a stroke, vagy más tromboembólia, más érelzáródás. Professzor, ugye a legfontosabb talán a nézők szempontjából is, hogy tehát mi az, amikor először kell gyanakodnom arra, hogy itt szívritmus zavarról van szó, vagy lehet szó, és orvoshoz kell fordulnom. Tehát persze szó volt róla, hogy van, amit észre se veszünk, és lehet ugyanolyan veszélyes, amit észreveszünk, nem lehet és veszélytelen. De mégis mi az a pont, amikor azért érdemes gyanakodni? Ha azt érezzük, ha egyáltalán érezzük, hogy van szívünk, ugye az a jó, ha nem is érezzük. Ha azt érezzük, hogy van szívünk, és össze-vissza ver, vagy gyorsan ver, akkor forduljunk orvoshoz, és majd az orvos meg fogja állapítani többek közt EKG és egyéb vizsgálatokkal, hogy ez most egy veszélyes, ezt kezelni kell, vagy nem kell kezelni, elmondja a betegnek elmagyarázatát. Ha a gyanú felmerül, akkor mindenképpen forduljunk először talán a házi orvoshoz, mert ő már adott esetben sokat tud segíteni ebben, sőt a házi orvosoknak is van EKG-juk. Igen, professzor. Egy gondolatot a tünetekhez hozzátennék, amit professzor mondott, tehát hogyha valakinek például légszomja van, és érzi azt, hogy össze-visszaver a szíve, vagy a teljesítő képessége csökken, ezek utalhatnak arra,
hogy az illetőnek például ritmuszavara van. Arról nem beszéltünk, ugye, vagy amit professzor mondott, hogyha egy erősebb dobbanást érez. De időnként ugye a szívnek a túl gyors működése az már egy funkcionális következménnyel is járhat. Sajnos már csak nagyon kevés időnk van, és még kettő dolgot azért nem maradjon el. Mennyire lehet karbantartani? Tehát valakiről kiderül, hogy szívritmuszavara van. Mennyire fontos, hogy a folyamatos orvosi jelenlét és ellenőrzés, illetve mennyire kezelhető ez a kérdéskör, hogy ne okozzon olyan problémát, amely aztán sztrókhoz vezethet? Ugye a sztrókot egy példaként említettem, de nagyon sokféleképpen lehet veszélyes egy ritmuszavar, meg az, hogy mennyire kell karbantartani, meg kezelni, meg ellenőrizni, az megint csak attól függ, hogy milyen ritmuszavarról van szó. Tehát én az első lépés fontosságát hangsúlyoznám, és hát ugye nagyon sok egyéb tünetről sem beszéltünk még, amit egy ritmuszavar okozhat, például ájulást, eszméletvesztést, tehát nagyon sok módon megjelenhet, nem csak úgy, hogy a dobbanásokat érzi a beteg. És hát legvégül a konklúzió az nem maradjon el. Nincs arra esetleg mód, hogy előtte még egy mondat a pacemakerről lehessen? Hát hogy ne lehessen? Tehát ugye, bár itt a konklúzió végén leírtuk azt, ugye, hogy döntően gyógyszerekkel igyekszünk kezelni, de van olyan eset, amikor a szív nem reagál jól a gyógyszerekre, és ebben az esetben egy ritmus szabályozó kis masinát építenek be az illetőnek a mellkasába, ugye ez a pacemaker. Na akkor maradjunk még 30 másodpercig, elnézést, így mondom. De ugye ennek is megvan most már az sok évtizedes története. És hát ebben is óriási fejlődések, innovációk jelennek meg. Tehát a régiekhez képest mondjuk a mai betegség diagnosztizálása után mennyivel jobbak az esélyek, a karbantartása, vagy van egy gyógyulás? Csak nagyon röviden, ha olyan ritmuszavar van, amit kezelni kell, akkor ennek három módja van. Az egyik a gyógyszerek, a másik, vannak olyan ritmuszavarok, amelyeket katéteresen, tehát fölvezetünk egy katétert, megkeressük a gócát és kiégetjük. A harmadik pedig a pacemakereknek, ennek is már nagyon sok fajtája van. Kezdetben ezek a lassú szívműködés kezelésére lettek kifejlesztve, ma már a lassút és a gyors életveszélyes ritmuszavarokat is tudják kezelni. Köszönöm, professzor. Tehát, hogyha a konklúziókhoz eljutunk, akkor a szív ritmuszavarai sokféle panaszt okozhatnak, de néha észrevétlenek maradhatnak. A ritmuszavar gyanúi esetén a legfontosabb, hogy EKG felvétel történjen, és erre a házi orvosoknál is van már mód. A tartós szabálytalan szívverés, az úgynevezett pitvari fibrilláció vérrögösödés veszélyével járhat, aminek stroke is lehet a következménye, ezért ilyenkor tartós alvadásgátló gyógyszeres kezelésre lehet szükség. Végül a szív ritmuszavarait akkor kell kezelni, ha panaszt okoznak, és veszélyeztetik a beteg életét, egészségét. A kezelésnek vannak gyógyszeres, katéteres lehetőségei, továbbá szükség lehet ritmusszabályozó úgynevezett pacemaker behelyezésére is. Hálásan köszönöm. Hát, mint ahogy szoktunk is ezzel járni, hogy kevés ez az idő, nagyon sokáig lehetne erről még beszélni, és nagyon sok hasznos tanács hangzott így is el, de hangozhatna még úgy is el, úgyhogy várjuk vissza a professzorot. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget.